Gyógyszergyár a Gyömrői úton. Egy magyar gyógyszergyár, ismerem a nevét. Fontos szereplője a tőzsdének részvény formájában. A Richter Gedeon gyógyszergyár története összeforra 20. század zaklatott történelmével, jelen sikerei pedig megnyitják a 21. századot. Richter Gedeon gyógyszerész volt, a 20. század legelején elindította a saspatikát. Alig 4 év után a forgalom olyan mértékben megnövekedett, hogy gyári gyógyszergyártásra kellett gondolnia. És ezzel lényegében a magyar gyógyszeripar alapjait rakta le. Nagyszerű szakember volt, kiváló kereskedő volt, és igazán humanitárius ember is volt. Kiváló szakmai felkészültségét mi sem mutatja jobban, mint hogy a legújabb felfedezéseket igen rövid idő alatt tudta meghonosítani. Az első pillanattól fogva kísérletezett és gyártott saját fejlesztésű gyógyszereket. Ezek némelyike a mai napig létezik, mint például a kalmopirinlás csillapító. A gyár meglehetősen gyorsan fejlődött, az 5 világrész közel 100 országában már vásárolhatók voltak a Richter készítmények, és 10 leányvállalata is működött. Sajnos a II. Világháború igen keményen rányomta a bélyegét a Richter cég működésére. Mint ismeretes, ugye a zsidó törvények kapcsán sajnálatos módon egy csomó munkatárstól meg kellett válni. Magát Richtert is kitiltották a saját gyárából. 44-ben pedig sajnálatos módon a nyiras terület áldozatául esett maga Richter Gedeon is. Az újjáépítés és államosítás után a rendszerváltásig kőbányai gyógyszerárugyár néven működött a vállalat, az értékesítés súlypontja pedig a KGST országokba helyeződött át. 1957-től újabb felvirágzás jellemezte ezt a korszakot egészen a 80-as évek második feléig. Némi visszaesést követően az új menedzsment stratégiája 1992-től korszerű és sikeres vállalattá formálta a gyárat. Termékportfóliója megújult, piaca bővült, tőzsdei bevezetése komoly eredményeket hozott. Mára a régió egyik jelentős nemzetközi részvénytársasága.